sérülése miatt nem tudott szorítóba lépni a törökországi olimpiai kvalifikációs torna szombati döntőjében Harcsa Zoltán, az ökölvívó azonban már egy nappal korábban megváltotta a repülőjegyét Rióba. Az elkövetkezendő hónapokról a felkészülésről most a Vasas 23 éves sportolójával beszélgetünk. Jó reggelt! Hát azért ez óriási dolog, és pláne úgy, hogy jelenleg még csak egy szem, egy szem vagy, nyilván a magyar ökölvívó válogatottnak. Az ember ilyenkor nyilván nem azt nézi, hogy, hogy hanyadik vagy hogy, hanem hogy neki ez a dolog meg legyen annál is inkább, mert ugye azért küzdelmes volt ez, ugye Zoli? Természetesen ugye ez volt a legfontosabb, hogy, hogy ugye meglegyen a kvalifikáció, hát ugye négy mérkőzést kellett megvívnom, ebből háromnál az életemért küzdöttem, mondhatom ezt így is, nem volt egyszerű, tehát ö, én úgy indultam neki ennek a versenynek, hogy vagy most vagy soha, és hát nem akartad most már ezt most későbbre hagyni, ezt a döntést, azt mondtad, hogy ezt, ezt most lőlőre kell vinni. Persze, tehát azért, azért is nem akartam ezt későbbre hagyni, mert így most ugye van három hónapom, hogy felkészüljek rendesen az olimpiára. Ha most, ha most esetleg nem jött volna össze, és ki kellett volna menni Bakuba, akkor az, akkor az még nehezebb lett volna úgy. Amúgy is egyébként akartam kérdezni, csak nekem tűnik úgy, lehet persze, vagy, vagy ez minden sportágban, ugyanígy volt az előző olimpiákat megelőzni, hogy ennyire későre hagytak még döntést. Hát ha gondolok abba, hogy azok, akik még most nem szereztek kvótát, és sajnálatosan a magyar csapatból azért mondjuk ugye szerencse hiány, és akadt jó néhány olyan versenyző, akinek talán meg lehetett volna, de most júniusra marad, Atya úristen, június már annyira közel van az olimpiához, hogy megint formába kerülni, szinte csúcsformába, ilyen rövid időn belül, szinte, szinte Szerintem elképzelhetetlen. Lehetetlen. Tehát ugye a, a mi, mi sportágunkban ugye egy évben egyszer, évbe egyszer, maximum kétszer lehet ö, csúcsformát hozni, hát most, hogyha minden jól megy, és akkor, és, illetve hát, hogyha nem megy semmi se jól, akkor ugye most ebbe az évben háromszor kellene csúcsformát Igen. hozni, nem a legegyszerűbb nem. dolog. Abszolút így van. Akkor, akkor, a te szempontodból, hát nem csak a, a, a lelki könnyebbség miatt, de a fizikai oldalát nézve, és ez kifejezetten szerencsés, hogy ez most már zsebben van. Természetesen, tehát most már azért sokkal, tehát ezen a héten ugye van egy kis pihenőm, viszont most már ezen a héten meg fogom kapni azt, a, azt az edzést az elkövetkezendő három hónapra, ami sikeresen fel tud készíteni majd az olimpiára. No, hát mondtad, hogy legalább három mérkőzésen az életedért küzdöttél, de úgy mentél ugye nyilván most Törökországba, hogy ezt, ezt, most szeretnéd eldönteni végérvényesen. Amikor az ember a rigmen van ezekben a helyzetekben, és ugye ezek között tényleg azért, azért valóban nagyon kemény ellenfelek voltak örmény ukrajj, és aztán mégis ugye a német ellen az elődöntőben sikerült megszerezni a, 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 riói repülőjét, a riói kótát, akkor, akkor mennyire érzi át az ember a ringen belül, az adott helyzetnek ezt a plusz súlyát, vagy akkor olyankor effektíve vegy tisztán csak az ellenfelére koncentrál. Próbáltam, próbáltam azért kizárni ezt a tényezőt, hogy ugye most itt egy elég nagy, elég nagy, dolog múlik ezeken a mérkőzéseken. Azt mondom, hogy jól sikerült, tehát sikerült csak arra koncentrálni, hogy akkor abban a pillanatban a ringbot jól tudjak teljesíteni. Volt egyszer kétszer, hogy megfordult a fejemben, mikor úgy éreztem, hogy kicsit nehezebb mellettem vagyok túl, hogy nagyon rá kell kapcsolni, hogyha én szeretnék az utazó csapatnak a tagja lenni. Úgyhogy megfordult azért a fejembe, ott a ringbe, hogy, hogy, mi, hogy mi is múlik ezen a dolgon. De mégis egyértelmű pontozással hoztad ezeket a mérkőzéseket. Igen, igaz. Ha, ha jól emlékszem, akkor, akkor egy menetet vesztettem ugye a négy Talán mérkőzés igen. alatt. Igen. Igen, hát azért az elég meggyőző fölé. Igen, jól ment, Istennek. Ez ami, hogy néz ki most a te mit, mit, lehet erről tudni? Ugye az, hogy az emberben van, de még ugye nyilván ilyenkor nem zárul le végérvényesen ugye azoknak a, a, köre, akik ott lesznek, és akikre számítani kell. Ilyenkor az ember már, ha most egy kicsit tényleg előre nézünk, és azt mondjuk, hogy jó, készül ez a bizonyos edzésterv, de hát azért mégiscsak majd a súlycsoporton belül ellenfelekre kell készülni. Persze nyilván majd az sorsolás is meg kell ismerni már annak a függvényében, hogy kik is kerülnek oda, hogy érzed, lehetnek-e még meglepetés emberek, lehetnek-e ismeretlen arcok? Biztos vagyok benne, tehát nem, a mi sportánk ugye elég kiszámíthatatlan. Tehát ha valaki kifog egy jó napot, akkor bármire képes lehet. Azt mondom, hogy a 75 kg is ugyanilyen lesz, tehát vannak, vannak meghatározó személyiségek most jelenleg, akik kijutottak az olimpiára, viszont lehetnek olyan emberek is, akikre viszont egyáltalán nem gondoltunk. Ez egy nagyon telített súlycsoport, nem? Ez a, 70. legsűrűbb. A 69-75-81, uh. tehát ez, ez a három súlycsoport az, ami ahol, ahol jól is bunyóznak, Igen. nagyot is ütnek, Igen. És, és oda kell figyelni minden egyes emberre. Igen, való igaz, szóval itt, itt tényleg azt lehet mondani, hogy itt, itt sötét lovakkal lehet tele a mező, minden szempontból. Csak az van tele, szinte. No, azért viszont abban a tekintetben mindenképpen te már előnye bírsz sok versenyzővel szemben, hogy rutinos olimpia szereplő leszel, hiszen azért a londoni emlékeit gondolom ott lesznek benned, a legsikeresebben szerepeltél a magyar csapatból, ötödik voltál, és persze most már nagyon előre, előre tartunk, de ilyenkor az ember megfogalmaz -e már saját magával szemben elvárásokat, hogy ez volt az első minimum, pipa, és akkor jöhet a többi. Természetesen benne nem is megvan egy, 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 ilyen kép, illetve nem is az, hogy kép, hanem egy cél, ugye a Londoni Olimpián ötödik lettem, szeretnék most túl teljesíteni ezen, a, ezen az ötödik helyezésem. Jó, az, 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 számszerűleg is megfogalmazható, vagy, vagy egyelőre ennyi elég, hogy, hogy jobbat, mint az ötödik? Egyelőre ennyi elég, én azt mondom is, hogyha ha majd ott tartunk, akkor, akkor, akkor viszont számszerűsíteni kell, hogy, hogy végül is melyik helyezést szeretném elérni. No, hát azért ugye minden sportákban a formaidőzítésen túl nagyon fontos dolog, ugye, hogy szerencsés is legyen az embernek ilyen apróbb szerencsétlen sérülések, mint most, ami szemeddel történt, ne következzenek be. Nyilván erre nagyon nehéz készülni, ez nem is része a felkészülésnek. Itt, itt most tényleg az volt a fontos, hogy hagyjuk, presszisz szempontjából már nincs jelentőség ennek a tornagyőzelemnek, csak igazából, igazából itt az volt a legfontosabb, hogy meg legyen a kvalifikáció az, hogy kihagytam ezt a mérkőzést, én azt mondom, hogy hagytam egy, hagytam egy foltot a francia fiúba, hogy na most mi történhetett volna, hogyha Aha. esetleg fel tudok menni. Majd az olimpián úgyis nagy valószínűséggel össze fogok velük kerülni, izguljanak, hogy ott mi fog történni. Jaj, értem, tehát akkor, akkor ha mástam, akkor ez az, legyen az ő problémájuk. Igen, hogy igen, igen, hogyan, igen. Hogyan készülnek belőled? A hétköznapokat egy ilyen olimpiai felkészülés szempontjából te most hogyan tervezed? Gondolom, most pici pihenő még van, ugye? Most még kell az regenerálódni. Igen, ezen a héten még pihentek, aztán jövő héten szépen lassan elkezdem a felkészülést, ugye? Öh, hát, hogy mire, mire, mire számíthatok, nagy, nagy valószínűséggel most az elején még ilyen alapozó időszak lesz, tehát nagyon sok futás erősítés lesz. Meleker kell rakni a, a az száz izmokba, mindent legyen igen. ott, aztán bőven oxigént tartalék, ugye? Igen, aztán ugye pedig szépen lassan elkezdjük a szakmait is hozzá, uh -huh. ehhez a dologhoz, és ugye a leges legvégén pedig majd csak szakmai edzések lesznek. Na, ha már belementünk egy picit ebbe, akkor érdekelne a véleményed, hiszen pont éppen a te nyilatkozatodat olvastam a tavalyi világbajnokság után, amikor azt mondtad, hogy azért nagyban átalakulóban van az amatőr box. Legfőképpen ugye azért, mert hogy maga ugye a Nemzetközi Szövetség tulajdonképpen elindult egy fél profi irányba, és ennek a jegyei abszolút a -e tapasztalatok az amatőr boxon is, következésképpen nem technikás ökölvívás van már, hanem a te szavaiddal konkrétan nyilván ökölharc, ami azért hát egyrészt azt is jelenti, hogy veszít a sportág az amatőr szépségéből, most már valóban nem feltétlen az a lényeg, hogy ki mennyire fifikásan, technikásan szépen boxol, hanem, hanem tényleg közelít egy kicsit ez a, ez a, a hogy mondjam, az egymás egy Uh, hogy mondjam, elpusztításához, igen, amit, mint ezt, ezt, érezted most is akárként Törökországban, vagy ez a folyamat, ez, ez eszkalálódik? Tehát érzed ennek a változásnak a rossz oldalát? A jelenleg a magyar, nem is a magyar, hanem a nemzetközi ökölvívásban, hogyha valaki kilátogat egy mérkőzésre, akkor nem azt látja, hogy van két technikás bonyos és ők próbálják megoldani egymást, hanem tényleg azt látja, hogy két eszeveszett tízmos ember leállt elitalpra, és ami csöven csövön kifér tokától bokáig, alkara, könyökkel, ahol éri az ellenfelet nagyon kevés olyan ember van, mint én, aki tudja érvényesíteni ezt a, ezt a, ezt a technikás ökölvívást, de, de nekünk is elő kell húzni néha a tarsolyból azt, hogy, hogy tényleg leállunk, és akkor, akkor ameddig bírjuk. Ez zavar téged? Tehát neked ehhez azért át kell alakítani az eddig tanultakat? Igazából annyira nem kell átalakítani, tehát gyerekkoromban közel állt hozzám ez a, ez a kocsmai bunyó. <gül> <gül> tehát mindenki azért, onnan indul, nem? <laughs> Igen, igen, tehát azért, azért, azért elő tudom húzni a, a régi emlékeket, hogy, hogy mégis hogyan kell ezt csinálni. Uh -huh. Testvéred, ugye Norbi, aki most már a profik világát erősít, és egy makulátlan, csodálatos, 4 0 0 mérlege van, ugye négy győzelem a négy mérkőzésből, ráadásul egy K.O.-val. Ő gondolom nézett, vagy, vagy szurkolt érted, mit szólt a törökországi szereplés? Természetesen, tehát mikor kim voltunk, a, ugye kiderült, hogy megnyertem a mérkőzést, és kijutottam az olimpiára, ugye akkor pont ő mérlegelésem volt, és a mérlegelés után készült egy közös fotó az ellenféle, hát ott igazából annyira, annyira örült ennek, a, ennek az eredménynek, hogy konkrétan mosolygott végig az egész mérlegelés alatt. Pedig azt szigorúan kellene igen, volna és majdnem, mi? majdnem, hogy megölelgette az ellenfelét, annyira örült. Úgyhogy természetesen végig-végig kíséri az én pályafutásomat. Uh -huh, minden szempontból, no hát ő már benne van ugye abban abba a fajta világban, ami azért sok szempontból más, más elvárásokat támasz. Szoktatok ilyenkor azért egy kicsit szakmázni, hogy, hogy a amatőrboxhoz képest mondjuk a profi mekkora átállást jelent? Természetesen szoktunk, nagyon, tehát a két, a két sport között, mondhatom ezt így, hatalmas különbség van, tehát az amatőr és más a... Sport. Igen, igen, mm. igen. Tehát a profiknál ugye egy mérkőzésre kell felkészülni, egy évben van maximum 6 vagy 7 meccs, ugye még nálunk ma egy versenyen lehet 6 vagy 7 meccs. Azért szoktunk erről sokat beszélgetni, mm. főleg otthon, mikor mm. ketten vagyunk. Teljesen különböző a két dolog. Mm, jó, de gondolom neked egyelőre még a, az egész szervezeted arra rád be, hogy, a, hogy a, a, az amatőr erényeket hangsúlyoz minden szempontból. Igen, nálam, nálam még a, a, a sorozat terhelés van. Tehát nem tudok én annyi pihenni két mérkőzés között, mint mondjuk egy profi szóló. Na, hogy látod, mert amikor a szövetségi kapitány úrnak a uh, nyilatkozatát hallottam, az ő azt mondta, hogy két-három kóta még azért van ebben a magyar csapatban, és tényleg egy picit szerencsésebb lett volna a válogatott, akkor talán már ez most meg lenne. Hány, hány fős csapatban éreznéd otthonosabban magadat? A tíz fős, a fős csapatban lenne a legeslegőbb, az lenne, az igen, lenne vagy nem igazából bocsánat, bocsán, 13, mert ugye a hölgyeket is ide kell venni. Az, hogy mennyi van ebben a magyar csapatban, én nem tudom, én abban bízok, hogy, hogy, legalább még két ember ki tud jutni. Ö, igazából a 60 kg meg a 69 kg az, ahol a legnagyobb esélyünk van erre, hogy megszerezzük a, a kvótát. Remélem, hogy a bakói kvalifikáción így is fog történni. Jó, hát akkor ez az akkor azt jelenti, hogy legalább egy olyan létszámú csapat mehetne, mint amilyen Londonban Igen. volt. És hát akkor a cél az az, hogy a legeredményesebb magyar legyél esetleg, hogyha úgy alakul. Ha mind a hárman érmesek leszünk, vagy hogyha egy olyan csapat indul, mint Londonban, és mind a hárman érmesek leszünk, én azzal is bőven elégedett leszek. Jó, legyen így, ez egy csodálatos jövőbe vetített remény, és reméljük, hogy egy valóra így legyen. És Köszönöm szépen, sok sikert és a voltához. Köszönöm.